Az SZVS-ek kosárlabda csapata február 24-én játszotta a megyei bajnokság első mérkőzését. A Hunyadi sportcsarnokban a MEAVS gárdáját fogadták, akik egy rendkívül rutinos csapatnak számítanak. Az ellenfél kemény játékot játszik, amelyre a szerencsi fiúk készültek is az edzések alkalmával. Andrész Tamás edző elmondta, hogy kezdetben az ellenfél kezében volt a vezetés, amit a félidőre egalizálni tudtak. A második félidőben a hazai együttes próbált egy kicsit gyorsítani a játékán, tekintve azt, hogy egy idősebb korosztályt képviselt a MEAVS, amely a szerencsieknek kedvezett. Az edző kiemelte, hogy kemény fizikai kontaktok alakultak ki a pályán, amit mindkét fél nehezen viselt. A mérkőzésen egy komoly sérülés is történt, Jakab László a meccs végén elesett és beütötte a fejét, így agyrázkódás gyanújával kórházba szállították. A vizsgálatok után kiderült, hogy nem lett komolyabb baja. Az utolsó 5 percben már az SZVS-e vezetett, amelyet sikerült a találkozó végéig megőrizni. Andrész Tamás edző nagyon örül, hogy az első mérkőzésük ilyen jól sikerült, és reméli, hogy a következő találkozón a fiatalok is több lehetőséget kapnak majd a játékra, és ezzel be is bizonyíthatják, hogy helyük van a csapatban. SZVS-e MEAVS kosárlabda mérkőzés 90-86-os végeredménnyel zárult.